Üdvözlök mindenki, szóljuk ezt, mint láthatjátok a Sims 3 Rockkeltől nevű sorozatomnak a következő része. Bizony, hogy akinek melyik kifejezést tetszik a legjobban, és külön köszöntöm a csajokat, a lányokat, a hölgyeket, a nőket és az asszonyokat is. És vágunk is bele a hatalmas nagy történetünkbe. Mint mindig. Na, Justuskám, ahogy látom, neked nincsen semmi dolgod, úgyhogy... Meg a... Megy. Megyegetez. Kutatjuk a galaxist, mert az egy jó dolog. Elvileg. Bár lehet, hogy igazából nem kutatni kéne, hanem csak nézegetni. Nem? Már azt aki tudja. Ja, egy személyes a lépcső, úgyhogy meg kell várni, míg egyes emberek lejönnek róla. Hát a hölgyeket mégiscsak úgy előre engedjük mindig. Mi urak. Vagy hát úgy nyílik. Az nem azért van ott. Egyél egy olyat. Nem menjél el házi feladatot csinálni. Gyere vissza és egyél. Utána csináljuk meg a házi feladatot. Furcsa. Melania csépán elhunyt. Nem tudom ki az. Közben ők beszélgetnek? Egyik házi feladatot ír, a másik meg izé. Kajál. Ja, ezek szerint közben dumálgatnak. Jó van. Jók lesznek ezek adogatást játszani. Miért akarnánk adogatást játszani? Nem vesszük fel a telefont? Na. Logikát kéne fejleszteni. Csak az a gond, hogy a Lidérc papa még mindig nem oldotta meg a... Meg kell... Lett volna. És még rombol is. Ja, mindegy. Ó, több szint meg ugye már nincsen. Akkor hogyan kéne? Mit kéne én vélet csinálnom? Ó, mennyi kép van ideben, közben meg azt nézegetem. Haha! Úgy újabb zseniális festmény került akkor a cuccaink közé. Na, gondolkodjunk, hogy akkor mit kéne a hölgyeménnyel csinálni. Mondjuk elküldeni aludni. Mondjuk. Mindig elfelejtem, hogy kinek melyik a szobája. De nem baj, majd egyszer úgyis megtanulom. Talán. Ó, ne használd. Fürödjél. Aztán menj aludni, majd te is. Te még úgy el vagy. Te majd akkor, amikor majd felkeltél. Majd akkor megfürdesz. És majd akkor megeszed a maradékot, ami egy mondjuk egy torta szelet lesz. Hú. De vad. Micsoda vad gondolataim támadtak, mi? Ah, Gofrit. Aztán majd ő is hazajön, elvégzi ügyesbajos dolgait, aztán... alszik egyet, vagy kettőt. Na, Lidérc papánk az nagyon jól el van. Ja. Ó, tényleg, az ifjabb James. Hogy? Mi merre hány méter? Minden oké? Okay, meg vagy? Mondjuk lehet nem az torta szeretet kéne, mert azt már kijelöltem valakinek. A sült magyarós történetet kéne szerintem betolni agyba. Narancs kisebb, óriás nagy. Micsoda jellemzők. Nem, köszönöm. Nem, az annyira nem lényeges. Számunkra. Feszült. Miért vagy feszült? Mi a probléma? Jaj, kevés a szórakozási lehetőség. Hát, az egy dolog. Az úgy előferdülhet. Azon gondolkodom, hogy hogyan kéne részmunkaidős állást vállalni. Ugye megnézzük, hogy hol lehet részmunkaidős állásokat vállalni. De gondolom én csak ilyen izé. Mindjárt megnézzük, hova lehetne elmenni részmunkaidős állást vállalni. Oké, igen.
A kisboltba lehet. Itt nem lehet. Nem. Itt lehet. Igen, menjen iskolába. Miért akarnék iskolába menni? Na mindegy. Itt se lehet. Modern művészetek intézetébe se lehet. Kórházba se lehet. Mondjuk pont, hogy egy ilyen Lajos sütödébe miért ne lehetne esetleg részmunkaidős állást vállalni, nem tudom, tehát fura. Fura, hogy pont egy ilyen helyen nem lehet. Na mindegy. Temetőben mekkora jó lehet részmunkaidős állást vállalni. Na nem, sajnos még ott se lehet. Na, elveszik az örömömet, hát annyi ötletem van ez ilyenekre, hát komolyan. Szóval azt mondod, hogy valami lezuhant? Opa. Azt mondja, hogy valami lezuhant a fenébe. Vegyél részt a könyvesokban megrendezett versenyen, a határidőre lejárt előtt, és némi készpénz és logikán fejlődése. Já. Na szóval. Stoppoljunk le. Hova zuhant az a bizonyos objektum? Oda zuhant az a bizonyos objektum? Igen. Köszönöm. Akkor menjünk, azt keressük meg azt a bizonyos objektumot, ami lezuhant a földrészünkre. Valami hatalmas nagy izgalmatosságot vélünk felfedezni eme dolog mögött. Mi van? Őrült rázás. Ja! Gyakorta ki kéne izé mozogni. Kemény munkája meghozta gyümölcsét, méghozzá egy óránkéti 13 szimelon összegű fizetésemelés képében. James is hazajön. 474 szimelon. Most azon gondolkodok, hogy lehet, hogy tényleg az kéne, hogy úgy... Föl kéne mondani én szerintem. Lejárt a munkaidő, gyere ide 21 óra elteltével. Egy pillanat. Egy jókora űrsziklát találtunk, aminek az értéke 111 szimelon. Egy pillanat, türelmeteket kérem. Bánjon el a holtakkal. Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi az, hogy bánjon el a holtakkal? Fedezze fel a katakombákat. Wow. Ó, és ezt vele nem tudjuk megcsinálni, hanem csak vele lehet. Ó, hát ezek tök jó dolgok. Hát akkor nem lépünk ki. Nem is tudtam, hogy ilyen hatalmas nagy dolgokat lehet csinálni egy temetőbe a Simsen belül. Hát ez hát ilyen fantasztikus dolgokat csinálni fogunk, hát amint kipihentük magunkat, visszamegyünk és a katakombákat felfedezzük, hát... Komolyan, egy szerepjátékban nincsenek ilyen izgalmak. Na. Azt hiszem, tüsszönteni fogok. Bocs, skacok. Na jó. Együnk egy sajtosztéket. Végezzük el ügyesbe is dolgainkat. Mielőtt össze esünk a fájdalomtól. Jaj. Ez tüdőre ment ez a tüsszentés, az már biztos. Na. Szerintem a problématika ottan kezdődik. Mi nem tudunk úgy elmenni sehova se fürdeni, igen, értem már. Hát akkor csináljunk valami kaját addig. Hát egy lecsót. Lecsó. Let's go, let's show. Fú, azért ki van építve az emberkénk, nem? Na, csak okosan, ügyesen. Nem kell annyira izé... Nem.
extrémen alszunk. Lidérc papánk, hú, Lidérc papánk. Lidérc papánk annyira belemerült a hatalmasnak logikának a fejlesztésébe, hogy közben elfelejtett élni. Nem akarunk Holly ágyában aludni, hanem ott akarunk aludni. Köszöntem! Hogy mennyi az idő? Ja, jó. Felénél tartunk elvileg a történet. Ja, elvileg a felénél tartunk a történetünknek. Ja. Királyságosság. Ó, épp hogy nem össze nem zuhan. Szegényem. Kényelemben vagyunk helyezkedve. Fáradtak vagyunk. Wow. Ja, meleg, ja, váltás. Ja, mert közben ők meg kipihenték magukat. Oké, ja, kép, teljes mértékben képbe vagyok. Ahogy ne lennék képbe. Mindenki rész munkaidős állást, akkor venné egy logika témai könyvet. Nyerjen meg egy rangsorolt sok játszmát. Menjek, sok mindent akarunk mi. Túl sok mindent akarunk. Most kimondottam, most arra mondja, hogy... És hogyha ezt elolvasom... Akkor az úgy nem jó. Ezt így nem vesz itt figyelembe? Vagy most csak itt, most itt tényleg arra szeretne rá... Ja. Vásárolni kell a könyvesboltba. Hát, akkor sajnos. Akkor sajnos nem. Let's show. És akkor elmentünk mi meg aludni. Királyság, főzés, tudomány, jártosságnak a továbbfejlesztését pedig meg majd alkotjuk. Na már itt tartunk. Készítsünk egy-két reggelit. Én szerintem. Egyik a logikáját, a másik a főzés tudományát részesíti előnyiben. És ez egy tök jó dolog. Nem akarunk megnézni egy filmet se, köszöntem. Viszont, hogyha már fölébrednek... Mikrózott étel. Wow! Ugye, hogyha van mikrónk, akkor egyből egyből vannak azért dolgok. Ja, te is, hogy fölébredtél, akkor edd meg a lecsót például. Együk meg a lecsót. Tudom, hogy lecsó, de hát ugye... Azt hiszem... Külföldről, hogyha azt mondod, hogy lecsó, akkor általában azt mondják, hogy lecsó. Mi az a lecsó? Lecsó. Nem lecsó. Lecsó. Érted? Nem TS-sel kell mondani. Na mindegy. Jó, igen, ti megvagytok. Hát figyelj, most kivételes esetben te most egy lekváros kenyeret, aztán gyere fel egy logikai bukfencet csinálni, mert ezt a jártasságot ez már illene tovább tolni. Én szerintem. Már nem kell hozzások. Jó lesz az. Kérlek szépen benneteket. Mikor kell nekünk elmenni dolgozni? Egy nap? Ó, hát ez fantasztikális. Hát hogy olyan szinten tovább gyakoroljuk a beszédkészségünknek a tökére csiszolását, hogy ó, hát ez is csak pár centi kell hozzá, azt kész. Na veletek mi a helyzet? Ja, hogy éhes. Hát de még nem aludta magát ki. Nem baj. Még jó, hogy van egy, nem csak egy, hát két csodálatos lányotok van. Az már biztos. De még jó, hogy az egyik lányotok teljes mértékben ismeri a főzéstudomány csinyát, binyát. Fantasztikus ételeket készít az egész familiának, az egész családnak. Mind a hét tagjának. Komolyan, kezet csókolhattok a lányotoknak. A másik lányotok meg egy logikailag olyan okos lesz, mint az állat. Gyűzödjél már meg. Stop. Mit csinálsz? Csevegni valaki. Hát mit össze nem képzelsz itt magad? Hát mit össze nem képzelődsz? Mi lenne? Most nem tudom, hogy reggel 6-kor beszól-e a rendőrség, vagy sem. De részmunkaidős állást szeretnék vállalni. Hél hőlékballon, de jó! Opa! De jó! De jó, tök jó. Na szóval igen.
másik hölgyeményünket, pedig elküldjük. Nem. Ide. Ide. Elküldjük őket. Tudtak autót vezetni? Mi ez? Élelmiszer bolti eladó nő termék minőség tesztelő 30 simileum per óra 16-tól 19-ig hétfő kecerdős időt a péntek. Különlegesek a 3, 5 és 6. soron találhatóak, ám a szupermarket legkülönlegesebb újdonsága most te lehet. Szeretne Megi részmunkaidősként elhelyezkedni bevásárlóközpontban? Simed belépett a minimálbért kereső klubjába. Arra szeretnék bővebb információkat kapni a részmunkaidős állásokról? Köszönöm szépen, de nem. Gratulálok, Megi új állás kapott, munkahelye folyton friss finomságok, szóval Triple F Supermarket, kezdési időpont 16 óra, szerda. Ja, az mennyire jó. Az mennyire jó. Király, 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 király. Hát ez kész, hát akkor ezt megoldottuk. Lehetőség teljesítéséhez pedig majd el kell mennem a suliba. Király! Na! Ennek örömére, akkor mi meg közben visszajövünk ide a családhoz, a familiához. Na, szabad pozíciók. Könyvesbolti eladónő, pénztárgép őrzője, hétfőkedőszerűen, ugyanannyi, ugyanazok az időpontok, romantikus lányregények, kalandregények és a csináld magad könyvek egyaránt a tekezet alá tartoznak, majd ha a könyvesbolti alkalmazottnak áll lesz. Szeretné Júlia részmunkaidős vállalni a könyvesboltban? Yes. Gratulálunk, Júlia új állást kapott, munkája a Divizadero, já, olcsó könyvek, kedvés időpontja 16 óra, szerda. Röviden, dok. Ah, és mindjárt az iskolabusz. Hú, de jó! Aja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 j
igen. Ha nem, hadd látom, 100%-os. Nagyon-nagyon helyes. Igen, folytassuk tovább azt a csodálatos könyvnek a csodálatos olvasását. Menjünk nyugodtan uszikálni, hát, hogyha most arra vágysz, akkor nyugodtan uszikáljál. Nem tudom, miért kezdtem el most hirtelen hirtelen gyorsan beszélni, de semmi probléma nincsen. Hát hely, hát nem úgy megy az, hát vedd le azt a képet, az fess nekünk tovább egy csodálatos, nem tudom mit. De azt nagyon. Fessünk. Igen. Apa! Igen, az meg nem kell nekünk. Na nézzük csak, találkozni új haverokkal nem, hanem... kemény munka, igen. Ó, hát nálad meg biztos, hogy kemény munka. Mi az, kemény munka, igen. Erről teljesen. Az nem gond, hogy majd bepisilünk. Az annyira nem lényeges, de... kemény munka. Fel kell kerülnünk a dicsőség táblára, mert az 2000 szimmel... 2000 szimmel... 2000 pont boldogsági... Igen. Fantasztikális. Nehogy abba hagyd. Nézzél bele. Nézz bele. Ó. Nem akarunk elkészíteni fogást, szerintem ez akkor egy baromság. Szóval sokat segítettél az iskolai tanácsadóknak azzal, hogy egyedül is találtál magadnak munkát. A tanulmányi eredményei javultak, emellett van munkahelyed. Is. Maybe. Talán ezt így hozzá kellene tenni picikét, hogy igen, amúgy van melóhelyed is. Na. Hát a mai világban. Na mi a helyzet, te meg? Uszikálunk, mi? Kajálni meg ki fog? Mi? Mindent én csináljak? Öcsém. Itt uszikálunk, ez közben nem történik semmi, mi? Az nem úgy megy ám. Haver csótány. Érted? Haver csótány, ez nem úgy megy. Mikor kell menned dolgozni? 6 óra múlva? Á, királyság, utána meg lesz szabadnap. Ó, szabadnapon megcsináljuk azt a izét, ezt a 10 órás edzést. Mert a melóhelyen csak 6 órát vagyunk bent, úgyhogy 6 és 6,36
történet. De az jó, mert igazából most elő tudunk lépni. Majd a következő szintre, mert pont meg tudjuk majd csinálni az eredménymutatóval a történetünket, úgyhogy királyság. Úgyhogy előtre is egy királyság, összes munkatársra össze kéne haverkodni valamilyen úton módon. Sőt, tudom, hogy most veled mit fogunk csinálni. Van nekünk egy csodálatos hölgyeményünk, akivel esetleg tudunk beszélgetni. Yeah! Mondjuk lehet, hogy pont most érkezik, nem? Sajnos, igen, ez egy ilyen, ez egy ilyen történet. Sajnálatos módon, hát hogyha egyszer munkahelyen van, dolgozik, akkor nem igazán lehet egyeseket ugye zavarni. De hát sajnálatos módon nekünk is közben lejárt az időnk, úgyhogy már csak annyit fogunk csinálni, srácok, lányok. Kiosztom a feladatokat. Hogy mi merre hány méter, én szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy még mi merre hány méter. A papáik azok jól el vannak odafönt, én szerintem. Erőteljesen. Esetleg egy ilyen gofrit még ide be lehet tolni. Fejben, arcban, illetve hogyha hölgyeményeink hazaérkeztek, akkor el lehetne készíteni bizonyos ételeket. Az egy dolog. De mondjuk harapni is lehetne egy lekváros kenyeret. Mondjuk. Én erre gondoltam. Illetve, mit csináljak én véled, amíg még el nem jön néked az autód? Mit fejleszel? Jó, hát tudom már. Hát csinálj te is kajákat. Mert ezek tök jó dolgok. Felszolgálni nem kell. Na. Úgyhogy srácok, lányok, köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, következő héten jön majd a következő rész, aztán majd meglátjuk, hogy merre fogunk majd tovább haladni ebben a csodálatos történetben, aminek ugye az a cím, hogy Sims 3 Rock and Toll nevű sorozat. Minek mondjuk már a rock meg a tollhoz igazából már sok köze nincsen, mert már kicsit az alsóbb generációkkal foglalkozok inkább, a fősebb generációk, hát ők szépen lassan, hogy csendesen el vannak így a sorozatban, na, de mindegy, nem is ez a lényeg. Annyi a lényeg, hogy én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet. Volt ami ominózus pillanat, akkor kérlek szépen írjátok meg. Bár nem tudom, hogy volt-e most valami ominózus pillanat, de szerintem kétlem. Amúgy tök jó, hogy megállítom az időt, és közben ott hátul a víz is azért tovább fodrozódik. Tehát a víz a Sims 3-ban letolja, hogy közben megállítottam én az időt. Semmi probléma. Mindegy. Szóval köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, nem sokára jön majd a következő rész, legyetek jók, higgyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymással, Szói voltam, sziasztok!